12 éves voltam, amikor megnyitott a szálloda, és 16 éves koromban kezdtem el itt dolgozni, mondta el a Karcak Televíziónak Hubai Viktória, a Nimrod Bioszálloda és Bioétterem szálloda igazgatója. 12 éves voltam, amikor megnyitott a szálloda, és 16 éves koromban kezdtem el itt dolgozni. Először fajlátot árultam, majd a gimnázium után recepciósként dolgoztam. Ezt követően édesapámat segítettem az administratív teendőkben. Itt sok kihívással találkoztam, és sok olyan feladat volt, amit nehezen tudtam megoldani, ezért jelentkeztem egyetemre, és elvégeztem a Corvinus a pénzügy számvitel és a turizmus vendéglátás képzést is, hogy egy kicsit belelássak a vendéglátás világába. Mondta Hubai Viktória, aki mindig is idekészült a Nimród szállodába. Mindig is idekészültem készültem a Nimródba. A Nimród a szívügyem, és nagyon sokat jelent nekem és családomnak is. Ezért mindenki fontosnak tartotta, hogy olyan ember vegye át vezetését, aki minden nap úgy fog róla gondoskodni, mintha kb. a kisgyereke lenne. Vezetőként az első fő feladata a Márton napi hétvége szervezése volt, ahol a menüsort és a marketing tevékenységet is együtt állították össze. Az első fő feladat, amit megoldottam az étteremben, az a Márton napi hétvégének a szervezése volt. Itt a menüsort és a marketing tevékenységet is együtt állítottuk össze. Ezt követően már készültünk is az adventi és a karácsonyi időszakra. Januárban már számos olyan eseményt terveztünk, ami minden korcsoportot megragad, fiataloknak, családosoknak és idősebb korosztálynak is igyekszünk eseményeket szervezni. Februárban tartottunk egy pálinkaestet, ami szerencsére nagyon jól sikerült, és célkitűzéseink között szerepel több ilyen kulturális eseménnyel is egybekötött vacsora szervezése. Jelenleg dolgozunk az új étlap megvalósításán, amit márciusra tervezünk, egy időben nagyjából a terasznak a megnyitásával. Az étlap most is törekedni fog arra, hogy minél több bioételt tartalmazzon, és minél egészségesebb ételeket kínáljunk a vendégek számára. Emellett folyamatosan dolgozunk az online és az offline marketing anyagnak a fejlesztésén, mind a közösségi médiában, az online szállásfoglalási lehetőségeknél és a saját honlapunkon is. Ezekben a csapat csapatúriási segítségem, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Árulta el a szállodaigazgató, igazgató, aki szeretné megköszönni ezúton is mindenkinek, aki szavazott rá a versenyben. Szeretném megköszönni ezúton is mindenkinek, aki szavazott rám. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy ilyen nagy számban összegyűltünk és összefogtunk, és a Nimrodnak is nagyon nagy lehetőség volt ennek a díjnak a megnyerése.